Hétvégén ismét színpadra áll a Shadows emlékzenekar. Több ismert fehérvári formáció tagjaiból állt össze a csapat, ami az elmúlt évek változásai után immár 3 éve végleges. A banda ötlete azonban már több mint 20 éve megszületett Nagy György fejében. 89-90-ben kezdtem el szervezni ezt, hogy majd egyszer, akár 6. haszakad én ezt megcsinálom. Akkor még nem volt senki, csak én. Elkezdtem gyűjtögetni az anyagot, elkezdtem tanulgatni a számokat, összeállt az első 15-20 számot, amit én megtanultam, és végül is a Fanta Gruppa 91-ben kivittük közönség elé is megszondázni, hogy hogy fogadják egyáltalán, és meglepően jól fogadták. És ez egy jó lökés volt, de megint eltellett majdnem 20 év utána, mire aztán összefutottam olyanokkal, mint a Gorziumos Juhász Gyuszi, Lendvai Jocó, és megcsináltuk az első formációt, ami egy trió volt csak, a 3 gitár, és elkezdtük feldolgozni az anyagot. Nekik is voltak számaik régről, még a 60-as évekből, meg hát az én 15-20 számomat, amit összegyűjtöttem. Aztán jöttek dobosok egészen 3 évvel ezelőttig, amikor jött utoljára a Szőke Jenő, szintén Gorziumos, és akkor ez a végleges band, ami most a mai napig játszik. Legutóbb a Zicsi Ligeti Dallamok programsorozatán hallhatta őket a közönség. Most egy klub indításában gondolkozik a Shadows emlékzenekar, hogy ne csak a fiatalok és a mai zenei irányzatok képviselői kapjanak teret. Szombaton este a helyőrségi klubba várnak minden Shadows rajongót. Létezünk és vagyunk 3 éve, olyannyira, hogy most kezdjük meg az őszi szezonunkat a Tiszti Klubban, és ezúton szeretettel szeretik meghívni minden fehérvárit és minden ismerősünket, barátunkat, hogy jöjjenek el erre a rendezvényre.